Szántó Hunor Albert, tájrestaurációs központ. Szántó Hunor Albert egy éve fejezte be tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészkarán. Diplomája számos díjban részesült, elnyerte a Hausman díjat, illetve a Még Mész díját is. Egy látványtervezéssel töltött időszak után idén csatlakozott az építész stúdió csapatához. Nagyon köszönöm. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. ha megállunk, csend olyan sűrűséggel ül erre el a vidékre, hogy úgy érzem, már igazán messze elhagytunk mindent. Mi tulajdonképpen nem is hiányzik. A tervezési helyszín az 1975-ben alapított Kiskúsági Nemzeti Parkban található. A legközelebb fekvő település Bugac, melynek kiterjedt kőterülete a Dunatiszak közének legnagyobb legelője volt évszázadokon át. Napjainkra a település száma felére esett, a könnyező tanyák százszámra számra fogyatkoznak. Az ember és táj harmóniáját jelentő legeltetés, amely egyben gondozta is a területet, végleg eltűnt. 2012. áprilisában Egyáltalán nem? Akkor hangosabban beszél kicsit. 2012. áprilisában egy tűzvés során a Nemzeti Park több mint 90%-a leégett. A terület értékét jelentő boróka, ami nagyon könnyen ég és nem sarad újra a tűz után, teljesen eltűnt a területről. Az épület funkciója tájrestaurációs központ. Teret ad minden olyan tevékenységnek, ami hozzá tud járulni az ősborókás helyreállításához. Az épület helyett talált hely, telepített fenyőerdő és homokdűnék végtelenjének határán. Szállás készült négy kutató és egy pásztor számára a pihenés közösségi tér szolgálja külső és belső téri helyzetben egyaránt. A különböző mennyiségű keltekhez csatlakoznak kut kutatás és növénytermesztés technológiai helyiségei. Az épület falát alkotó vályog, élő, természetes anyag. Könnyen építhető és elbontáskor sem terheli környezetét. Helyből születik, és végül egyé válik azzal. Az ellentét párként megjelenő tető, könnyű átszerkezet, amely a nehéz falazattól éles határvonalban válik el. Az épület minden részletét meghatározza egy a környező világból eredő gondolat. A földház a fallefedések eltávolítása után a táj természetes részévé válva szűnik meg. A tervezett épület életciklusának végén a természetes restaurációs folyamatok hatására regenerálódik, vagy önfenntartó lesz a falon belüli és azon túliket hát egyé válik, ezzel a köztük lévő határvonal, tehát az épület semmisé válik.